mindenkit. Köszöntöm a Dunyi Gyorsai Napszolgálatos Egyesület tagjait. El kell, hogy mondjam, hogy 15 éve fennállásunkat ünnepeltük az idén. 15 éve működünk, aktívak vagyunk és egyre aktívak. Az ünnepségünket megtisztelte Újki Gyors polgármestere Szebelédi Zoltán. Újki Gyors alpolgármestere Olá Timor. El kell, hogy mondjam, hogy Olá Timor az Egyesületünk alapító tagjának, Olá Józsi bácsinak a fia. Most pedig szeretném elmondani, hogy kik azok, akik támogatták a rendezvényünket. Az az igazság, hogy pályázatot nagyon nem nyertünk, de így egyéni felajánlások voltak. Itt van például ez a gyönyörű fenyőfa. Ezt az egyik család, Rétai József ajánlotta fel, amit a nagycsaládosok otthon társadalmában készítették a díszeket, és ide nekünk fenyőfán. A Tuha BT szalontukrot ajánlott fel, a Gazdakör szintén szalontukrot ajánlott fel, Toldiné Szabó Gabriella és családja asztali díszeket készített minden családnak. Fazekas Györgyné szintén felajánlott gyertyatartókat, amit majd mindenki meg fog találni a csomagban. Itt szeretném köszönteni Rukovickinél Rozsnyai Ildikót, aki a gyöngyfűzés rejtélyeiben fogja gyermekeket majd elkalózolni. Ezen kívül szeretnék egy picit más témát elmondani, ami nagyon fontos. Az Országos Nagycsaládos Egyesület fölkérte a civil egyesület, vagy a civil szervezeteket, hogy média figyelést vállaltak. Na most a délalföldi régiónak, amelynek a központja Orosháza, a TV2-t kellene figyelni. Minimum 3 aktív anyukának, nagymamának, nem tudom ki az, aki vállalna, és ez a TV-figyelés, ez minden szerdán 2 órától este 9-ig lenne. Itt olyan dolgokat kell figyelni, hogy mennyire káros az a műsor a gyerekeknek, vagy mennyire hasznos, milyen jó volt, vagy rossz volt, és erről egy kis írást is készítene minden hónap végén. Nem tudom, hogy ki lenne az, a részletekre visszatérünk, megbeszéljük, úgyhogy én most csak azt szeretném megtudni, hogy januárban már el kéne kezdeni ezt a figyelést. Lenne köztünk olyan, aki vállalna ilyen TV-figyelést? Tóthné Magis Mónika, Bücsné Rabosz Ilona és Békés. Jó, nagyon szépen köszönöm, akkor ez is megvan. Most pedig nem húzom tovább a tót, átadom a műsorkészítőknek a mikrofont, és mindenkinek kellemes karácsonyt, boldog új évet kívánok, de még találkozunk. Odaadom én. Napjaidat számlálni, ne légyed terhel.
vendégeim, szeretettel köszöntünk mindenkit. Kimondottan a nagycsaládosok karácsonyi ünnepségére szeretnénk előadni egy kis műsort, egy kis jelenetet, amit Shakespeare helyett Sódal Éva, és előadják a nagycsaládos önkéntesei Éva, Miska, Marcsa, Mika. Romeo és valahol a nagyvilágban élt nagy búsan egymagában Romeo és Fúria. Elmúlt értünk ifjú éves, közeleg a 70 vége, s nincs szerelem mámora. De Romeo még neki indul, férfi nemnek bizony tépül udvarolni éjszaka. Fúria a falu végen élt tisztes szerénységben, unalmasan egymaga. Búsan néz az erkélyéről, s álmodik a bőlegéről, hát ha eljön valaha. Ez mi a két út vagyok el? Szobában lakik ott fönn. Ott rohangál fölé és alá, még az erkélyre is kihált. Eszébe jut, ott kodálkod, nem rúgjál ki a családot. Állodat a férfiakban, pedig toga is már csak egy van. Ötlesem az ágyi újság, ezt a csámos szép újját. Nekem termet, Isten bizony, megszólítom, elcsábítom. Bátos férfi erőre kap, és elbújik az erkély alatt. Szíve tombol, úgy bizony. Morzsa kutyám, ögyölt a füle. Szegény ember, meg van lőve, mit fogyjon hát így előre, mégis erőt vesz magának. Én az üvetségét az önnek alja. Mikor fogjuk magunk keverésszem rajta? Nem is olyan tékot hoztam én kezdetőt, hanem hogy csókodat, hozva, elcsönöm. Szerelem tüzeim, kísérésről, különös én egyedül életem. Az olyan egész, szállat és kúriát. Fúria, a mérges, zsémbes, megmutatja, hogy erényes. A gazdagság fontos nálad. Rá is nyújtok a pipámra.
ártatlan, rágyújtanék, hogyha dohányra fényzőn volna. Van a falu végének kulta kocsma. Ott éppen elég szokja. Jól érezték magam benne, ha az én nem közelődne. Az éjszaka közelődik, a vágyom lecsöndesed. Ilyen a szívem, és ütötték. Lenne oly nagy esőkincs. De a kocsma vezet hangot. Munkálkodik az infalmot. Kocsváros négy, maradj rá! Én a legjobb mikorát! Jól felöltött a garatra, nem maradt egy puttnyám hasa. Anyugdíjából majd boldogul. Elindul hát hazafelé már. Vigye meg a pénzket, fekete fölött, nem lehet az ember bárhúz, elegem a fúriát. Elindult hát hazafelé, megszakad a szíve belé, s bandukol csak gondtóklanul. Gondolkodik szép fúria, a vőlegényt hát elszalassza, s fut utána fut, fut bizony. Itt az idő, most soha. Érzem itt a eleget, a szerene, a beredet. Jöttök asszony, jó, várnál, de minden nap önbe buzgassák. Szeressünk már, amíg lehet, élvezzük a szép életet. E jelenet nem is dráma, hiszen megtalált neki páram boldogságát. Ennél nagyobb öröm nem lehet. Mire? Most fogunk énekelni! Mariska! Gyere! Énekeljünk egy, jó? Tessék egymás gyerekek, a szív a legszebb nincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, a nagy világon nincs. Az élet úgy is tovaszár, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden tetszik már. Az élet úgy is tovaszár, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden. Thank you.
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük a lányoknak, meg minden fellépő szereplőnek ezt a nagyon szép műsort. Most pedig innentől kezdve lesz gyöngyfűzés Rozsnyai Ildikónál, meg azt hiszem, hogy vannak kitéve ilyen festeni való dolgok, angyalkák, meg egyebek, úgyhogy ilyen festészet, gyöngyfűzés, el lehet menni süteményért, tejáért, úgyhogy föl lehet állni, lesz egy ilyen kis közös programos lesz. Jó értelmet kívánok mindenkinek, és további jó szórakozást!